Ha listát kéne állítani, mely játékokat vártuk idén a legjobban, az olyan címek mellett, mint a Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn, az új Zelda, az új Red Dead Redemption vagy az új Mass Effect, valószínűleg nem minden ok nélkül sikkadt el a Bethesda féle Prey újragondolás. A játék, ami eredetileg folytatásnak indult, végül igencsak át lett gyurmázva, méghozzá annyira, hogy az eredeti alapvetéseit is gyökeresen kigyomlálták. Lássuk, mit kaptunk helyette. A történet 2032-ben játszódik, éppen teszteket végzünk, hogy elhagyjuk az űrállomást, amikor valami csápos nyomoronc dög támadja meg a főnökünket, mi meg kidőlünk eszméletlenül. 3 évvel később magunkhoz térünk az állomáson, szimulált környezetben. Kiderül, hogy az elmúlt 3 évet elég aktívan töltöttük úgynevezett neuromodok tesztelésével, részben saját magunkon, melyek kiberakosgatása azzal járt, hogy módszeresen elvesztettük az emlékezetünket. Viszont a jó hír, amivel megmurdált az egész legénység, így senkinek sem kell elszámolnunk, hogy milyen félkegyelmű barmok is voltunk. Mindez persze nem önmagában gond, hanem azért is, mert valami idegen létforma lakta be időközben a hajtani űrállomásunkat. Közben persze kiderül ez az. Felbukkan egy január nevű AI, amit állítólag mi építettünk, csak persze erre sem emlékszünk, majd felbukkan egy december nevű is, aki... Na mindegy, majd meglátjátok. Nem fogok hazudni, a Prey nem egy nagy megfejtés dacára annak, hogy elég látványos érvek szólnak mellette. Én nem tudom, ki volt az, aki a demo alapján temette a játékot, hozzáteszem, én nem próbáltam a demót, de a Prey játékmenete zseniális. Tudjátok, az a fajta királyság, amikor attól lesz valami emlékezetes, mert nem hülyére pakolják extrákkal, hanem érzetre inkább csak elvesznek belőle. A Preyben rengeteg áthallás van innen-onnan, az Art Deco űrhajó belső, az égigérő üvegfelületek, lágy, ívelt motívumok, miközben a mélyben kíméletlen kísérletek zajlódnak, nolám. Azért kíváncsi lennék a 2K-nél, mit szóltak ehhez a képlethez. A játékban fogunk tudni 10 féle fegyvert felhalmozni magunknál, de mivel az ellenfél veszett gyors és képes álcázni is magát, tanácsos lesz körbenézni alternatív útvonalak iránt. Ez persze nem azt jelenti, hogy például a szellőzőben nem jelenhetnek meg az idegenek, de legalább a nagyobb társaiktól biztonságban leszünk. Egyébként ez a szellőzőkben bujkálós idegen kerülgetés is ismerős lehet máshonnan, de továbbra is jótól úgymond ihletődni nem bűn. Ezek egyébként viszonylag adekvát ihletforrások, egy űrben játszódó elszúrt kis atmoszférája, lényegében megidézi az Alien Isolation és a Bioshock stílusjegyeket. Ami érdekesebb, hogy a Preyt még a Zelda Breath of the Wildhoz is merném hasonlítani. A legérdekesebb ugyanis a játékban, hogy semmit nem rág a szánkba. Ha ügyesek vagyunk és figyelünk a környezetünkre, elég sok mindenre rájöhetünk. Az alapokat megtudjuk, hogy a Glue Cannon képes megkötni ellenségeinket, akiknek utána nekieshetünk a kisebbek esetén csavarkulccsal, vagy valami bazinagy purgálóval. Figyelnünk kell a zajokra, mert a kisebb lények képesek tereptárgynak álcázni magukat. Nem kapunk iránymutatást arra sem, hogy a gázcsöveket ki tudjuk lőni, így oltalmazó tűzcsóvát tűzcsóvákat képezve a folyosón, de előfordulhat, hogy egy kapcsolószekrény visszapöccintése előtt padokat kell rakosgatnunk a vízben úszó padlóra, hogy ki is jussunk onnan. Vannak ajtók, amiknek a kinyitásához az ajtón túlra kell nézni, mert például a nyitógombra tökéletesen rálátni, és egy ártalmatlan nyilvesszővel belülről kinyithatjuk a kívülről zárt ajtót. Az előbb említett Glue Cannon egyébként más feladványok megoldásához is hasznos lesz, például platformok közti átjutáshoz. Érdekes, hogy a széfek kombinációját részben automatikusan megkapjuk, ha egy konkrét feljegyzést elolvastunk, de vannak olyanok, amik szövegkörnyezetből derülnek ki. Azokat viszont nem adja meg a játék, el kell olvasnunk a szöveges állományokat, ha ki akarjuk nyitni a széfeket. Bár én utálom az ilyesmit videójátékban, de valahogy itt mégis tetszett. És ha már űrhajón vagyunk, természetesen lesz lehetőségünk kijutni az űrbe is, kisebb javításokat elvégezni, vagy laboratóriumokat a kiszakadt falon keresztül megközelíteni. Érdekes továbbá a Preyben, hogy összeszedhetünk mindenféle kacatot a kábelektől kezdve a petri csészén át a halott idegenekből kinyert anyagig, amit aztán átalakíthatunk a megfelelő gépnél ásványokká, amiből tudunk készíteni egészségügyi csomagot, fegyvert, lőszert, vagy akár fegyverfejlesztő csomagot és neuromodot is. Hasznos és célszerű lesz fejlődnünk, mert lehetőségünk lesz meghekkelni terminálokat, robotágyukat állíthatunk magunk mellé, az eltűnt legénység tagjait kutathatjuk fel, és amint megszereztük a pszichoszkópot, lehetőségünk lesz mindenféle telepatikus meg telekinetikus képességekkel terrorizálni az idegeneket. Szerintem a Prey egy tök jó játék lesz, ha és amennyiben egy nap sikerül befejezni. Az egész játék alatt folyamatosan azt éreztem, hogy ez a játék távolról sincs befejezve, mint azt korábban említettem, és sajnos mostanában megszokhattuk. A Prey játéktere egészen egyszerűen kihalt, persze rumli van, meg felfordulás, meg minden, ami egy idegen invázió esetén elvárható, de a környezetből ez minden, amit kapni fogunk. Említettem, hogy a Prey játékmenete zseniális, ami igaz is, egészen addig, amíg nem állítjuk komolyabb próbatétel elé. Az idegenek egyszerűen rémesen néznek ki, olyanok, mint valami Móricz rajz vagy kis csoportos rajzkörök eredményei. Meglepő módon annak ellenére, hogy ennek a földön kívüli kompániának egyes egyedei képesek átmenni alakváltó üzemmódba, ebből semmit nem profitál a hangulat, pedig simán eltolhatnák a légkört a horror irányába, de ez nem történik meg, inkább csak meglepődünk, hogy ja, elő kéne venni a fegyvert. Egyébként én nem vagyok egy különösebben konfrontatív jellem, én tökéletesen meg
tudom érteni, ha az egész Talos egy állomáson kapunk legfeljebb 20-30 idegent, jól elhelyezve, hogy ránk hozzák a frászt. Viszont sajnos ezen az űrállomáson nem csak idegenekből van kevés, de minden másból is. Említettem, hogy vannak kóddal nyitható széfek, őrhelyek, irodák, és egy részüknek van valamiféle másodlagos bejutási megközelítési módja. Lehet kraftolni, mixelni, összeturmixolni mindenfélét, de igazából ezt csak azért csináltam, mert egy idő után megtelt az inventorim, és egyszerűbb volt három komponens helyett mondjuk egy medipakkot cipelni magammal. Egyébként nem csoda, hogy a játék próbál rávenni minket, hogy használjuk ki a környezet nyújtotta lehetőségeket, mivel ha átmegyünk egy személyes felszabadító hadseregbe, kiderül, hogy nem is annyira álltok a kevés idegen, hanem inkább áldás, mivel a harcok finoman szólva nem keltik egy 2017-es játék benyomását. Ebbe belejátszik, hogy az idegenek minden sarkon, minden ablakperemben, minden korlátban képesek elakadni, de az is ide tartozik, hogy sokszor magunkkal fogjuk cipelni a robot ágyukat, hogy a véletlenszerűen visszatermelődő ellenféltől legyen, ami meg tud védeni minket már amikor. Érdekes egyébként, hogy ez így elmondva és magamat hallgatva izgalmasan hangzik, de egyszerűen élettelen a játék. Persze, ha valaki meghallja a Bioshock és az Alien Isolation hívó szavakat, akkor kihagyhatatlan ajánlatnak tűnik, viszont míg előbbinek volt egy elég egyedi atmoszférája, utóbbi pedig máig az egyik leghatásosabb horror játék, addig a Preyben csak azt tart vissza minket a konfrontációtól, hogy éppen nincsen hozzá kedvünk. Hát fokozaton is annyi lőszert kapunk, mint a rettenet, annyi nyersanyagot, hogy a világon nincs ekkora inventori, és annyi könnyítést, amit a játékmenet egyáltalán nem igényel. És nem arról van szó, hogy izzasztó tűzpárbajokra számítottam, hanem legalább egy-két olyan összecsapásra, amit meg lehet oldani, mondjuk a zsilipkapu kinyitásával, vagy ráejthetek valakinek a fejére valamit, vagy ilyesmi. Valami, ami indokoltá teszi a kúszást, mászást és a terminálok hekkelését, azon túlmenően, hogy halálosan jelentéktelen történeteket olvasok arról, hogyan nem találták a szerelők egy-egy javításnál az alkatrészeket. A Prey legnagyobb hibája viszont, hogy bágos, sőt nem is egyszerűen bágos, hanem komplett pályarészek, küldetéselemek vannak úgy megírva, hogy magukban hordozzák a komplett újraindítás természetét. Ez azért lehetséges, mert a Prey nincs fejezetekre bontva, tehát nincs olyan, hogyha totál elszúrtál valamit, akkor dobj vissza a fejezet elejére, vagy ilyesmi. És ezt onnan tudom, hogy nagyjából 12-13 óra játék után elérkeztem egy pontra, ahol két gomb közül választhattam. Az egyik volt a jó gomb, a másik pedig, mint kiderült, a rossz. Persze nem történt semmi extra, nem haltam meg, nem robbant fel az állomás, csak történt valami, ami után nem tudtam tovább lépni, mert a terminál inaktivizálta magát, én pedig nézhettem a küldetést, hogy mi legyen. Persze nem esett le azonnal, hogy itt most azonnal vissza kellene töltenem egy korábbi mentést, hanem feltételezve, hogy van megoldás, úgy fél órán át kutattam valami hasonlóan finesszes megoldás után, mint az ajtók kinyitásánál. Nem találtam. Mert nincs. Ha valakit érdekel, a Live XM Workstation-nél sikerült a 0W-t választanom a másik helyet. Korábban már volt erre példa, egymás tetején volt három láda, a felsőt le lehetett szedni kettesre tápolt izmokkal, csak az alatta lévőhöz kellett nagyobb biceps. Bemászni még tudtam, de kifelé ugyanez már képtelenség volt, mert valamiért a túloldalról nem tudtam akkorát ugrani, hogy felérjek a doboz tetejére, lelökni az alsókat pedig kettes izmokkal érthetően nem tudtam. Viszont itt gyorsan kiderült a probléma, így vissza tudtam tölteni egy korábbi állást, a Live XM Workstation-nél viszont előről kellett volna kezdenem az egész játékot, amit 13 órányi gameplay után valószínűleg egy nap meg fogok tenni, de egészen biztosan nem mostanában. Szóval itt tart most a Prey. Van benne egy egész rakás jó gondolat, amiből nem sok eredeti, de határozottan jót tesznek a játékmenetnek. Ugyanakkor ez még messze nem egy kész játék, és van egy olyan sanda gyanúm, hogyha el is készül vele az Arkane és a Bethesda, a végeredmény akkor sem lesz egy különösebben maradandó alkotás. Nem azért, mert rossz lenne, távolról sem erről van szó, viszont semmi olyat nem nyújt, amit ne kaptunk volna meg a Bioshocktól, az Alien Isolationtől, és mindemellett hiányzik belőle az a fajta vásári trükk, ami például a 2006-os változatot egyedivé tette, jelesül a portálok, vagy ez az elrabolt indiános setting. Nem lehet igazán haragudni a Preyre, de szeretni sincs miért, mert ennél már csak úgy lehetne fapatosabb sci-fi, ha még az Art Deco szobrokat is kivennék a képből. Lehet csak velem van ez, de nagyon az érződik a végeredményen, hogy ez egy muszáj projektje volt az Arkane-nek, legalábbis ez az egyetlen, amivel magyarázni lehet a végeredményt. A téma rajongói minden esetre tegyenek vele egy próbát, de minimum 2-3, inkább 4 nagyobb patch után. Sziasztok! Incomplete. More specimens required.